Mentorprogramot hirdet a Női Vállalkozók Erdélyben csapata. Mentorpárosok igyekeznek segíteni közösségük tagjainak a nehézségek leküzdésében vállalkozói teendőik hatékonyabb átételében. Vaj Kamilla pedagógus, kereskedelmi vezető Nagyváradról érkezett hozzánk. Ő a mentorprogram egyik vezetője, Korondi Kinga újságíró, kommunikációs szakember, pedig Marosvásárhelyről érkezett vendégünk. Szintén mentor a Női Vállalkozók Erdélyben csoportnak. Üdvözlöm mindkettőjüket, köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm a meghívást. Azt is mondhatnám, hogy messziről érkeztek, mert ő nem minden nap érkeznek nagy váradról. Kimondottan a műsorunk miatt és Maros Vásár elő vendégek. Lássuk, ugye szervezett programsorozat keretében hirdetnek mentorálást. Milyen igényből alakult ki ez az ötlet? Talán kezdjük itt, nem tudom, kivel kezdjük, ki? kihez intézzem inkább a, a, az első kérdést? A, én erre most válaszolok. Ez olyan, hogy, hogy van egy nagy. Tál, amiből mindenki tud venni, ez egy szociális juttatások tála, és ha ebben senki nem tesz bele, akkor az ki fog örülni. Tehát azt gondolom, hogy, hogy én személyesen, de azt hiszem, hogy mások is annyi mindent kaptunk életünkbe, hogy, hogy abból vissza kell adni valamit, és ezt például egyebek mellett a mentorálás révén is meg tudjuk tenni. A mentorálás amúgy is egy olyan segítő tevékenység, ami, ami ezzel jár, hogy, hogy adunk. Mert ebben a távban nincsen semmi. Ugye, mert ugye, gondolom, hogy a, a hát női vállalkozóknak különösen uh, nem sok lehetőségük volt mondjuk olyanoktól, hasonlóektől tanulni, akik mondjuk, hát nem tudom, abba azokba az akadályokba ütköztek mind ők, vagy akár azokat a hibákat követték el, és gondolom ezen szeretnének segíteni. Így van. Így van. Nekem az a meglátásom, hogy forradalom utáni időszakban. Egy dolog volt az a tudás, amit az egyetemen megkaptál, de utána a tapasztalat. A tapasztalat a saját bőrödön, a saját cégeden, a saját vállalkozásodon való tanulás volt. Az ami. De most úgy gondolunk, hogy ebből vissza kell adnunk. Lássuk konkrétan, mi, miben tudnak segíteni a mentorálás, miről szól, vagy milyen kérdésekben szokták kérni a a... Teljes, a... Nagyon, nagyon változó. Viszont azt vettük észre, hogy egyre többet mesélünk, vagy beszélünk erről a programról, és mindenki szeretne benne részt venni. Mindenkinek van olyan kérdése, vagy van a, a tevékenységében, az életében egy olyan dolog, amiben szükségét érzi egy mentorra, mentorra, vagy egy segítségre, vagy egy beszélgetésre, elkezdve családi kérdéseken át vállalkozásokig, vállalkozásokban lévő kérdésekre. Keresnek választ, segítséget. Mert ugye egy, gondolom, nem csak annól, nem ma is egy, ugye a szakkönyv, amit elolvashat akárki, és más, hogy hogyan működik mondjuk Romániában, tételesen hogyan működnek a rendszerek, vagy mit kell tudni, mik azok a kicsi buktatók, amik egy, egyáltalán, hát nem tudom, ilyen íratlan dolgok, nem is, nem is nagyon lehet tudni ezekről. Azt hiszem, hogy amiket mi el tudunk mondani, az nem feltétlenül olyan titkok, amiket csak én tudok, de egy nagyon sok időt nyer azzal, hogyha a kis köröket nem egyedül futja le, hanem, hanem megkérdez valakit, aki már ezen az úton végigment, vagy, vagy látott mást, aki végigment ezen az úton. Ez úgy van, hogy, hogy amikor még más típusú közösségekben éltünk egy faluban, akkor Juliska néni tudott kenyeret sütni, és Mariska néni tudott nem tudom, szőni. És akkor volt egy kérdés, akkor Juliska néni megmondta, Mariska néni megmondta. De most már nem mindig vannak meg ezek a, a, ezek a, kapcsolati hálóink, ahol, ahol meg tudjuk a kérdéseinket beszélni, ezért jó, hogyha ha vannak mentorok. És hogyha jól értem, akkor ennek megfelelő képzéssel rendelkeznek önök és a mostani program mentorai, meg szupervizorai, ahogy látom, azt írja ott a kitűzőjükön, mert van egy kitűző, és Én, nem véletlen, igen, és nem véletlen, a majd arra igen. is rákérdez a kendőre. Azt írja, hogy komplementor ezen a, a, kitűzőn, és részt vettek ugye a mentorképző mentor tanfolyamon. Igen, igen, ez a Spektrum Oktatási Központ által meghirdetett képzés volt, ami egy ilyen hibrid képzés, aminek nagyon örültünk, hogy végre sikerült a Covid után offline, tehát rendes személyes találkozókat is szervezni, úgyhogy ebből volt több is, ez egy majdnem egy éves folyamat Igen. volt, és talán 30-an kezdtük el, amiből most 24-25-en aktívan részt veszünk benne. Úgy döntött a csapat, hogy nem szeretnénk abba hagyni ezt a tudást, és közösen szeretnénk folytatni, ezért alakult meg a Komplementor csapata. Van egy honlapunk, a komplementor.ru, és egy nyitott Facebook csoport is, ott szintén komplementor név alatt lehet minket megtalálni. A terv az, hogy minden egyes mentornak van egy mentor profilja, bemutatkozik, és hogyha valakinek az szimpatikus, vagy olyan dolgot talál abban a bemutatkozóban, ami, amit érdemesnek tart, akkor felveszi a kapcsolatot. Ami érdekes a mi mentorképzésünkben, hogy nem hagyjuk magára a mentort sem hanem van egy szupervizori feladatkör, ami szintén egy képzett mentor, aki picit objektívebben, picit felülről nézi a mentorálási folyamatot, igen, és be tud segíteni úgy a mentornak, mint a mentoráltnak, hogy azon az úton maradhassanak, ami a kitűzött cél eléréséért van. Minden segítő szakmában szükség van egy, egy ilyen szupervizori Helyzetre, vagy egy, egy ember, aki kívülről nézi. Itt most mi, ez is mentorpárosonként változik, hogy ezt hogy fogják megoldani. Van, amikor a szupervizor csak ül csendben és utólag megbeszéli a mentorral, van, amikor egy órán belül fele, felét egyik tartja, felét a másik. Ez most tényleg alkati kérdés, mentor téma kérdése. Tehát, hogy... Hogyan épül fel ez a, ez, a, ez a mentorálás, vagy ez a segítség, hogy egyáltalán mennyi időben ez, ez ez hogy néz ki, Um, alaphelyzetben abból indulunk ki, hogy hat alkalommal meg lehet oldani egy átlagos kérdést. Mm. De ez természetesen változó, és, uh, és nem is, nem, is, ez a legfontosabb, hogy most akkor öt és fél vagy hat, hanem az, hogy, hogy kitűzzék a megfelelő célt, hogy, hogy eldöntsék, hogy akkor miben kér segítséget, és akkor azon hajlandó legyen a mentor át dolgozni, ebben támogatja a mentor, és akkor, mikor elérték a kitűzött célt, annak ugye a kitűzött célnak, ha jól van kitűzve, akkor van egy határideje. Tehát, hogy Hozhatunk egy példát konkrétabban, hogy most akkor... Most, például én bizonytalan vagyok a vállalkozásomban, egy, hogy erre menjük, Egy konkrét, egy vagy egy arra. konkrét problémával kell jelentkezzen a... Hozhatunk egy konkrét példát. A képzésünknek a végén a gyakorlati rész is volt, és ennek köszönhetően mindegyikünk végment mentor-mentorált és szupervizori feladatokon. És hát nyilvánvaló, hogy egymáson gyakoroltunk és dolgoztunk. És volt egy nagyon érdekes feladat, amiben mondjuk én voltam a mentorált. Nekem az volt az a félelmem, vagy az volt a félelem, hogy lemaradok ezekről az újdonságokról, tehát, hogy elhalad mellettem az idő, és hogy hogy nem fogom felvenni a fonalat az új kütyükkel, új applikációk, és hogy számomra ez volt a múmus, és, és egy nagyon kedves mentortársam mentorált, és olyan szinten jutottam el, hogy QR kódos aláírásom van, és azt használom, tehát hogy úgy gondolom, hogy meg, meg volt az eredménye a mentorálási folyamatnak. Segít abban is, esetleg hogy azt a félelmet, vagy nem tudom, FOMO, mindenki hívják ezt, azt legyőzze az ember. Tehát, hogy mindenki képes ezt megtanulni, csak ameddig nem tudja, addig van egy ilyen, egy ilyen szorongás benne, amit, egy ilyen gát, amin át kell jutni. Igen, természetesen, hogy segít. Én úgy gondolom, hogy azt kell megtanítsuk a mentoráltnak, vagy az lesz nagyon nehéz, hogy kijön a komfortzónájából. Nekünk ez sikerült, és és ez jó dolog. Tehát ki kell néha mozdulni, és annak köszönhetően biztos, hogy a cél irányába tudjuk majd segíteni. Van tapasztalat abban, hogy, hogy mit jelentett az ilyen segítség egy-egy mentorált számára? Tehát, hogy már láttak olyat, ahol, ahol látták a használt ennek? Tehát, egyrészt ugye vannak a saját tapasztalataink mentoráltként, látjuk a saját életemben. Tehát olyan, olyan tanácsokat kaptam, ami újra kéne szülessek, hogy eszembe jusson. Vagy lehet, hogy ha, ha egy nappal át élve ezen gondolkoznék, eljutnék oda, de így egy öt perc alatt tudtunk olyan, olyan lépést megtenni, ami másképpen nehéz lett volna. A honlapunkon vannak visszajelzések is, tehát hogy, hogy, hogy segít, igen, tehát az, hogy, hogy kívülről megmondják azt, tehát nagyon, a nők azért nagyon önbizalomhiányosak sokunk, és akkor az jó, hogyha kívülről kap egy támogatást, jó, ha van egy, egy biztonságos közeg, ahol kipróbálhat valamit, jó, hogyha a gondolatait letisztázza, tehát hogy sok mindenben lehet támogatni egy, egy vállalkozót, vagy egy, egy kívülről. Talán ez az egyik leghasznosabb a, a feedback a visszacsatolások azok részéről, akiket, akiknek segített, mert ő talán abban, jobban megtalálják a hangot azok is, akik, akik, ezt a segítséget kérik, amikor látják, hogy valaki leírja azt, hogy hogyan segített számára. Lássuk, van-e jelentkezés, mert hogy igen, nyilvánvalóan van erre. Vannak-e jelentkezők? Hány mentor páros fogja -e várnia? Nem tudom pontosan, de most látszik a háttérben mennek a, a, bemutatkozók, de még nincs az összes kitéve, látszik is, hogy csak a kábeti jutottunk. Az enyém például nincs itt, de a vajna a kamilája sincs itt. Tehát, hogy, hogy még azt hiszem február 18-áig bemutatkozik az összes mentor, és ezt követően a mentorpárosokat is bemutatjuk, hogy látszódjon, hogy ki, ki kivel, miben erősíti egymást, és ennek a végén meghirdetjük a pályázatot, ami akkor lehet pályázni a mentorpárosokhoz, és a mentorpárosok a beérkező pályázatok alapján választanak majd mentoráltat, akik ezt ingyen megkapják most a női vállalkozó csoporton belül. Milyen szempontok alapján válogatják ki a... Nekem most nagyon személyesen válaszolok. Én azt tudom kiválasztani, hogy én látom, hogy tényleg szeretne előrelépni, tehát van benne elhatározás hajlandó dolgozni tudok neki segíteni és kell egyfajta szimpátia is én azt hiszem mert hogy... ugye, hogyha soka, nagy, sokan jelentkeznek, akkor tényleg nagyon meg kell rostálni hogy ki az, aki, aki majd segítségben Jó, részesül hát, most vannak már jelentkezők, úgyhogy még nem is ért véget a program, nem tudjuk hát reméljük, uh -huh. hogy Reméljük, hogy annyian, annyit tudunk vállalni, és akkor utána majd még lesznek mások, akik, mintha megint lesz rá kapacitásunk. Amúgy önök mióta tagja ennek a csoportnak? A női vállalkozós csoportnak évek óta? Nem, nem tudnám megmondani pontosan, hogy mióta, de rég követem és rég figyelem. Hát részt vettem a tavaly az első országos találkozón is, és mondom, év, évre pontosan megmondani nem tudom, de. És akkor lássuk a sál, a, hát végül is igen, a sálakat és a kendőket és a... A képzésünk befejezte után is, ugye amikor úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk egymást elengedni, akkor Koronkán volt egy találkozónk, ahol Círjék Kati és Kinga egymás mellett ült, és Katin egy ilyen volt, magát, petrol -kék petrol -kék volt, és rajtad volt a, Nem, a magát, fordítva a szín, volt, és olyan szépen szín, mutattak igen. egymás mellett, hogy ez a két szín, ez így kiegészíti egymást, és innen jött a komplementor, ugye a kiegészítő kifejezés is, és, és ez lett a logunk, ez lett a színünk, vagy a színkombinációnk. Cirikat is volt már itt az erdélyi figyelőben, pontosan hasonló, hasonlóan női vállalkozók Erdélyben téma kapcsán. Lássuk, hogy a jelentkezésekről még azt mielőtt befejeznénk a beszélgetést, hogy hol lehet jelentkezni, meddig lehet jelentkezni, mikor hirdetik meg, a, hogy kik, nyert, kik a nyertesek mondjuk úgy. A mentorkukackomplementor.ro e-mail cím az egy, az egy aktív és egy használt e-mail címünk, arra várjuk a jelentkezést, illetve a Facebookon szintén komplementor név alatt van egy nyílt oldalunk, és a női vállalkozó csoportban pedig ott is bárki megtalál minket. És mikor, mikor lehet tudni, hogy ki részesül, mikor hirdetik meg? Egy, egyrészt, ha, ha valakinek gondja van és segítségre szorul, akkor jelentkezzen, most is segítünk. De az ingyenes segítséget és a pályázat, a pályázat útján elérhető ingyenes segítség Értem. az valamikor a, a hónap vége fele lesz él, élő, és akkor tudom, március 8-a a határidő, de ez, ezek még most nem akarom. Ja, meg a március 8-a az, az nagyon stílszerűnek találom <laughs> ezt is egyébként ja, hogy... Tehát hogy nem mostanában, hamarosan, tehát mutatkozunk bennestek nézni, hogy milyenek vagyunk, és akkor utána... A... Nos, hát reméljük, hogy nagyon sok hölgy, hölgy nézünkhöz el, eljut ez a beszélgetés is, és ennek, ennek a mentorprogram mentor lehetősége, illetve hát már, gondolom eljutott már néhányukhoz, mert hogy elég sokszor beszélgetünk itt az erdélyi vállalkozó hölgyekről. A hát hadd mondjam még el, hogy ugyan elsősorban női vállalkozókra a célközönség, de alapvetően tekintve, hogy 45 pluszos csoport ez, azért fiataloknak is van egy kis sávocska. Nos, köszönöm szépen, hogy befáradtak, és tényleg elfáradtak Nagyvárosról és, és Székelyföldről idáig, Vajna Emő Kamillának és Korondik Kingának, köszönöm szépen, hogy itt voltak. Nagyon Köszönjük. sok mentoráltat kívánunk, és azt kívánom, hogy a, ezek a mentoráltak majd mentorok legyenek hamarosan, és hogy minél inkább bővüljön az önök köre, és minél több Ilyen Petro Kék hölgy legyen majd a konferenciáikon. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Köszönjük, Köszönjük szépen a lehetőséget.